Az elemző szerint régóta ismert, hogy a magyar kormány nem tartja megnyerhetőnek Ukrajna-Oroszországgal vívott háborúját. A miniszterelnök politikai igazgatója Orbán Balázs annyit tett, hogy nyíltan kimondta, hogy ők még az ellenállást sem tanácsolták volna Kijevnek. A kormány egyelőre csak Orbán Balázs nyilatkozatának belpolitikai vízhangjával foglalkozott, de tisztázásra szorul szerintük Ukrajnának fel kellene adnia a harcot. Mondom még egyszer, az ő joguk, Orbán Balázs szerint a magyar kormány másképp cselekedett volna, mint az ukrán vezetés tette az orosz támadáskor, felelőtlenségnek nevezve, hogy szerinte az ukrán elnök belevitte egy háborús védekezésbe az országát. Tehát ha az ember ilyen kényes kérdésekről beszél, akkor nagyon pontosan kell fogalmazni, és semmilyen kétséget nem szabad hagyni a saját álláspontunkat illetően. Most a politikai igazgatóm éppen félreérthetően fogalmazott, ami ebben az összefüggésben egy hiba. Orbán Viktor miniszterelnök ezzel csupán az 56-os szabadságharcosokkal való párhuzamot igyekezett árnyalni, azonban az ukrán védekezés feleslegességéről való gondolatokat nem cáfolta. Kérdés maradt tehát, hogy a magyar kormány miként vélekedik Ukrajna honvédő háborújáról, Orbán barás kijelentése tükrözi a kormány álláspontját. Kérdéseinket elküldtük a miniszterelnökségnek, azonban adásunkig nem kaptunk választ. A háború 2022-es kitörésekor a magyar kormányfő arról biztosította Volodymyr Zelenszkij telefonon, hogy Magyarország, ahogyan eddig, ezután is támogatja Ukrajna szuverenitását és területi egységét. A híradónak nyilatkozó külpolitikai elemző szerint azonban az Orbán kormány korábban is abból vezette le Ukrajna politikáját, hogy nem lehet győzni Oroszországgal szemben. A kormánynak hosszú távon ez a véleménye, csak most kimondta valaki, valaki expresszis verbész. A magyar békepártiság meg béketer, meg hogy üljenek le, ez belpolitikai használatra szól. Ennek abszolút nincs külpolitikai relevanciája, se az ukránok, se az oroszok nem akarnak leülni azokkal a feltételekkel, amelyeket az egyik vagy a másik vall. A jövő héten Budapestre látogat André Szibiha, Ukrajna új külügyminisztere. A magyarországi ukrán nagykövetség épp a napokban tette közzé a külügyminiszter nyilatkozatát, miszerint épp azért kell megállítani Oroszországot, hogy a katonai agresszió ne válhasson normává a világban. Kerestük a nagykövetséget, hogy kormányzati álláspontként értékelik-e Orbán Balázs szavait, de adásunkig nem válaszoltak.